Készülnek jövő heti vizsgájukra a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzőiskola asztalosnak tanuló növendékei. Az elméleti és gyakorlati oktatásukban is változás történik szeptembertől. Február elején jelent meg az új szakképzési törvény végrehajtási rendelete. Ennek gyakorlati részéről tartott előadást iskolaigazgatóknak Pölöskei Gáborné, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútja során Szekszárdon. Kiemelte, nagyobb fokú szervezettséget visznek a szakképzés rendszerébe. A kancellár, az igazgató és az igazgató helyettesek feladatait is sikerült nagyon jól elválasztani a helyettes államtitkár szerint. Az igazgatók nagyobb szakmai szabadságot kapnak, amibe azonban nem tartozik bele a képzés szerkezetének meghatározása. Ez a kancellárok feladata lesz. Milyen képzési szerkezet legyen, és egyéb más forrásba, működésbe jól működjenek, azért viszont a centrum fog felelni. Gyakorlatilag a képzési szerkezet kialakítása az azért fontos, hogy egységes legyen, mert a centrum az, amelyik menedzseli a térségnek a szakképzését, és így a képzések összehangolhatók lesznek, így a párhuzamos képzések kevésbé valósulnak meg. A duális képzés pedig erősödni fog, mivel a tanulók az elméleti ágazati képzést követően tudnak szakosodni, és több időt eltölteni a vállalkozásoknál, ahol megtanulják a választott szakma gyakorlati részét. Valóban jobban összefonódik az iskola és a vállalatnak a kapcsolata, és a tanulóknak nem is ösztöndíjakról beszélünk már a továbbiakban, majd hogyha duális képzésbe kikerülnek, hanem munkaszerződést köt velük a vállalat. Ez alapján a vállalat, miután munkaszerződés, ő fogja kiválasztani a tanulókat, de csak azokat a tanulókat, akiket felkészítünk már, hogy ők azzal az ágazati kompetenciával rendelkeznek. Bemutatták az oktatói minősítési rendszert, amely lehetőséget teremt a tanárok munkájának elismerésére. Országos szinten 35 milliárd forint plusz anyagi forrásból tudják ezt megtenni. A cél az, hogy a szakképzés vonzóbb legyen. A diákok minőségi oktatást kapjanak, megújult tartalommal és módszertannal.